Azért döntöttünk úgy, hogy nem csak részt veszünk, hanem társszerzői is leszünk a mai anyák kiállása rendezvények, mert hogy ugyanolyan jogsérelem nem kérdezni meg a szülőket, nem kérdezni meg a tanárokat egy törvénymódosítás miatt, mint ahogy nem kérdezni meg az akkumulátorgyárak terepítése kapcsán az ott élő embereket. Ahol az emberi jogok sérülnek, ott ki kell állni. Ennyi. Remélem, hogy a rendőrségnek az eddigi brutalitása az nem fog megtörténni, bár erre is fel kell készülni. Nem tudjuk, hogy mi történik. Én bízom benne, hogy az anyák józansága ott van. Mindig is ott volt. Az anyáknak vannak olyan kulcskompetenciái, ami különlegesé teszik őket. Múlt hét szerdán is itt voltam már, és én úgy érzem, hogy eljutottunk egy olyan pillanatig, hogy most már mindenkinek ki kell menni az utcára, és folyamatosan hallatnunk kell a hangunkat, mert egyszerűen a kormány másképpen nem fog semmit reagálni, hogyha nem helyezünk rájuk egyre nagyobb nyomást. Azért döntöttem úgy, hogy eljövök erre a mai rendezvényre, mert a szerdai rendőri túlkapások miatt, illetve a sorozatos, ismétlődő, pedagógusot semmibe vevő intézkedése miatt fontosat ad az, hogy mindenki itt legyen, akit érdekel a pedagógusok, a gyermekek és Magyarország jövője. Én azt gondolom, meg kell mutatni azt, hogy főleg a szerdai események tükrében, hogy nagyon sokan szolidárisan kiállunk egymásért. Az is fontos, hogy nem csak a pedagógusok, nem csak a diákok, nem csak a diákoknak a szülei vannak itt, hanem minél többen legyünk itt, végre fogjunk össze egy közös jó, közös ügy érdekében. Nem hiszem, hogy ma a múltkorihoz hasonlóak fognak történni, mivel én úgy érzem, hogy senki nem vágyik arra, hogy megint képen fújják könnygázzal, és szerintem a rendőrök is valószínűleg inkább egy kicsit nyugodtabbak lesznek most, meg mivel édesanyák lesznek itt, ők bennük szerintem nem forr annyira a fiatal vér, hogy közvetlenül a rendőrök elé menjenek. Nagyon gyönyörű dolog szerintem, hogy nem hagyják a gyerekeiket magára, hanem kiállnak mellettük, és együtt, közösen akarják elérni azt, hogy megjavuljon az ország oktatása, vagy legalábbis jó irányba induljon el végre. Rajtam is múlt, rajtam múlt.
fehérvirágok a mi gyermekeinket jelképezik. A kicsiket, a nagyokat, a félősöket, a magányosokat. Nagypapa szeme fényét, anyuka büszkeségét. A hitadót és a kitűnő tanulót. A huncutot, a lódítót, a beteget és a csendeset. Az árvát és a meleget. Aki felnőve tűzoltó akar lenni, aki katona vagy tanár, a megalázottat és a cserben hagyottat, akik megtapostak és akik érzed, akik tanulnának, de nincs kitől, akik adnának, de nincs miből, akinek a szemében könyv van, akinek a gyomrában görcs van, akit még nem ért meg a felnőtt, aki már nem látja a jövőt. Ezeket a virágokat, a ti virágaitokat, gyermekeiteket most anyák napján elhelyezzük a Sándor palota elé. Átadjuk képetesen a rendőröknek, és rajtunk múlik, mit kezdenek le. Eltakossák, vagy belemetik őket. Felemelő volt itt lenni. Számomra azért mégiscsak az a tanulság ennek a mai rendezvénynek is, hogy egy olyan hatalomnak, és nevezzük nevén, Orbán gátlástalan diktatúrájának, ahol az aljasság és a gazemberség a zsinór mérték egyértelműen buknia kell. És úgy érzem, hogy a magyar anyák is ezt üzenték a hatalomnak. Mind a mellett természetesen, hogy elmondták azt is, hogy el a kezekkel a gyermekeinktől, unokáinktól. De a végső üzenet mégiscsak az volt, hogy egy ilyen aljas, cinikus, gátlástalan hatalomnak törvényszerűen buknia kell, és bukni is fognak. Nem csak a diákok, hanem a szülők is kimutatják így, hogy kiállnak a tanárok mellett, és egy normálisabb oktatást szeretnének. És nagyon fontos lenne, hogy minél többen, akik normális országot szeretnének, végre felálljanak, és minél többen vállaljanak szerepet, és valamilyen munkát, hogy elérjük ezt a célunkat, mert az a baj, hogy kevesen vagyunk, akik csináljuk. Hogy sokan eljönnek általában, de általában ez egy esemény, és utána fel is adják, hogyha nem dőlt meg a rendszer egy nap alatt. Tehát lényegében ennyit tudok mindenkinek üzenni, hogy ha szeretne egy igazságos országot, akkor jöjjön, dolgozzon,
és tegyen érte. Mert csak így fogjuk kiérdemelni, hogy egy jobb országunk legyen. Amit tovább lehet vinni, az a láng, a tűz, ami az anyákban lobog, és az a hatalmas igazságérzet, ami azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek a legnagyobb tanulsága.